és már itt is vagyunk délelőtti szakértőnkkel, akivel ugye akihez ugye elintézhették a kérdéseket, bocsánat, csak én még az előző sminkemben vagyok, vagy veszve, hogy, ugye? Igen, hogy ugye sikerült, nem sikerült. Érkeztek telefonok? Rengeteg, és sokan telefonáltak? Abszolút. A legnagyobb témakör az az volt, hogyha erősíti az izmot, tényleg fog erősödni. De ez a testünkön... Tehát, hogy arra volt a kíváncsiak, hogy az izom erősítése gyakorlatilag csak megelőzésre szolgál-e, vagy ha már fennáll, nem. Így akkor van, tehát az igen, gyógyít-e? Igen, tehát hogyha van probléma, akkor tényleg tud abban segíteni, hogy megoldódjon. Akkor ezek szerint mindenki akar változtatni, és mindenki nyitott erre, igen. Csak ugye nem feltétlenül hisznek abban, hogy azon a területen mondjuk nehéz, igen. Vagy mondjuk könnyű igen. Elvégezni ezeket a dolgokat. A legnagyobb tapasztalat, hogy elmentek valami tornára, és ott végeztek valami intim torna jellegűt, de ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy rengetegen akarják megtéveszteni az emberek, vagy szakemberek, a laikusokat azzal, hogy intim tornának neveznek olyat, ami nem intim torna, nem tanulták, ez egy módszer, uh-huh. Magyar módszer, és rengeteg telefon szólt erről. Igen, csak ugye nehéz a kifejezés nekem, mondjuk, ha én olvasnék egy olyat bármilyen hirdetésben, hogy intim torna, nem feltétlenül erre a betegségre utaló lenne számomra, igen. Maga a felhívás, igen. Tehát ugye ezt nem lehet valahogy elkülöníteni? El van különítve, mert ez akkor... névoltalom alatt áll, igen? És a nevemmel, a Kristonnal van jelezve, még nyomatékosabban, és tulajdonképpen ezt urológiai... De érti az én problémámat. Abszolút, tehát ugye ez egy komplex témakör, tehát férfiaknál erekciójavítás, magömlés kontrolljavítás, prostatavédelem, elő is jött ilyen, hogy prostata probléma miatt nem tud már buszra sem szállni, mert nagyon fél, hogy elfolyik a vizelete, tehát nem tud elmenni az orvoshoz, mert busszal kellene mennie az adott férfinak, és ő szokott szorítgatni. Akkor hát egy picit meg tudjuk úgy győzni a nézeket, hogy mondjuk százalékos arányban, mondjuk azt mondjuk, hogy a betegség nem tudom milyen stádiumában, abszolút. Milyen formában, hogyan tudunk gyógyítani, igen. Milyen eredménnyel. Igen, prostata eltávolítást követően, ezt a Debreceni Urológiai Klinikával mértük ki, 73%-ban megszüntetjük a vizelet. Vesztést. Ez egy nagyon súlyos szövődmény. Nőknél 100%-ban szüntetjük meg, ezt a Szent Rókus Kórházban kimértük műszeresen is. Tehát az, aki edzi az mind izmát, az annak erős. Így van. Ből eredő problém, mind a szülő. Idős populációt mértünk a Rókus Kórházban, és a sajnos nem gyakorlókat is beleszámítva, 90%-ban szüntettük meg, vagy jelentősen csökkentettük az inkontinenciát. Sajnos ebben után... a nem gyakorlók is benne vannak, de aki gyakorol, annak fejlődik. És... Mit jelent a gyakorlás? Csak álljunk meg itt akkor. A gyakorlás igen. Mit jelent? Hetente egyszer, kétszer, háromszor, nem. Négyszer, ötször, naponta. Hatszor, hétszer. Nagyjából, mint a fogmosás, csak nem naponta kétszer vagy többször, hanem egyszer, rendesen, fáradásig. A megtanult gyakorlatokat. Rendesen, mindenki tudja a gyakorlatot, a gyakorlat, el fog fáradni. Az hány nem az, hogy az mint egy óvodás szorítgatunk, hanem úgy tanuljuk meg a mozgást, mintha egy úszás lenne. Ugye hiába ülünk le a medence partjára a lábunkkal ott pocsolva. Az nem elsüllyedünk. Így van, beugrunk. És az nem egy jó technika. És akkor ez hány perc? Körülbelül egy olyan 8 perc, 10-15 perc. Ugye itt hormon hatástól elkezdve rengeteg minden változást létre lehet hozni, és ami nagyon érdekes tapasztalás volt itt a telefonok kapcsán, hogy nagyon sok nőnek tovább haladt a problémája, és azt mondták, hogy már hólyagsérjük van, szerencsére nincs inkontinens panasz. Ilyenkor nem szerencsére, hanem már nincs inkontinens panasz, már vizelet üríteni is nagyon nehéz. Nekem egy olyan kérdésem van, hogyha valamit nulláról elkezdünk, és nagyon intenzívek vagyunk az elején, és elérünk egy szintet, tehát elérjük azt a szintet, hogy meggyógyultunk, akkor visszavehetjük már azt, hogy mondjuk nem naponta gyakorlunk, vagy edzünk, hanem csak hetente háromszor, és azt a szintet megtartjuk? Ez örök élet? Örök élet. Ez egy élethez szóló program. Sajnos ilyen telefon is ez olyan, mint a reggeli kávés rituálénk. Így. Igazából be lehet akkor így is iktatni, így van. Úgymond az életmódunkban. Igen, volt, aki azt mondta, hogy megtanulta, megvette a könyvet, elment tanfolyamra, több ilyen telefon volt, megszűnt a probléma. Aranyértól inkontinens panaszig, hólyag, mély végbélsüllyedés, ilyen hogyha tünetek, mondjuk, abba hagyta, és előjöttek a tünetek megint. Bocsánat, hogyha mondjuk életkorról beszélünk, ugye nekünk azt mondják férfiaknak, én még nem tartozom bele, de 40 éves kortól jó ezt mérni, megnézni, megvizsgáltatni, de hogy mondjuk egy férfi mikor kezdjen el foglalkozni ezzel? Ez a 40 éves korhatár, vagy esetleg már amikortól hamarabb? Amikortól minőségi szexuális életet szeretne élni, minőségibb életet, hiszen ugye egy alapképessége mindenkinek van. Ez tulajdonképpen itt ez egy nagyon-nagyon jó gondolat volt, hogy 40 éves kor fölött már ugye a prostata
figyelése fontos, de a prostata karbantartása és védelme az nem lehet csak a 40 éves korosztályban. Mondjuk azt, hogy elkéstünk 37 évesen is akár. Nem lehet elkésni, de mihelyest információt szerzünk róla, érdemes elkezdeni a testünket ezen a területen is gondozni. Egy nő is teljesen másképp üzemel, és kutatásaink vannak arról, hogy egy férfi is másképp üzemel. Más a tesztoszteron szint, más az egész működése. Az az egyen, nincs baj. Az a baj, hogy csillant fel az érdeklődés a szemedbe, amikor a minőségi szexuális életről esett szó. Akkor elkezdett érdekelni. Érdekes, hát akkor lögtél meg te is először. Szóval a prostata védelem is ugye önmagában egy nagyon fontos téma. Nagyon sokan azt gondolják, hogy eljárnak szűrővizsgálatra, az elegendő. Azt csak megnézik, hogy milyen. De a mindennapos tevékenységet nem tudja helyettünk senki pótolni. Ugye ezt egy orvos nem tudja adni se nőnek, se férfinak. Egy biztosan elmondható, hogy ha valaki fejleszti megfelelően az izmát, akkor annak megfelelően fejlődik, és jó szakemberhez kell menni. Azt nem mondtuk csak még, hogy körülbelül mennyi idő után, mert ugye mondtuk, hogy nagyon jók a százalékos arányok, de mennyi, hogyha valaki elvárhatóan az előírt módon gyakorolja, akkor mennyi idő után érhető el minőségi változás, hogy észreveszi a javulást? Igen, nagyon döbbenetes, hogyha valaki eljön egy hétvégi tanfolyamra például, vasárnap délutánra már érzi a változást, pedig ugye elfáradt, egész nap figyelt, ennek ellenére olyan agyi területeket mozgósítunk, és olyan pszichés görcsöket oldunk le erről a területről, ami teljesen megváltoztatja az izom érzetet és az izom tónust. Tehát érdekes, hogy egy hétvégi tréning alatt már nagyon sokaknak emelkednek a belső szervek, férfiaknál ugyanígy nagyon jelentős változások vannak már hétfő reggelre, már a reggeli ébredésnél, de az izom gyengességnél 10 hét alatt már 132%-kal növekedik az izom összehúzódásnak, vagy izom összehúzásnak a képessége. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős változás. Kriston Andrának nagyon szépen köszönjük, hogy ma délután itt volt velünk és válaszolt a nézői kérdésekre.